Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Aki látta már a Heti Válasz címlapját, vagy akár az újságról készült óriás plakátokat az utcán, az láthatja, hogy Bajnai Gordon van a címlapon, és hát ebben az írásban egyebek mellett az is szerepel, hogy Bajnai Gordon szülein keresztül Ausztriában adózik valamilyen cég érdekeltségből adódóan. Aztán ma a Fidesz szóvivője Zsigó Robert azt mondta, hogy Bajnai Gordon volt miniszterelnök ismét megbukott, miután egy heti labból, ez a Heti Válasz, kiderül, hogy neki és családjának komoly üzleti érdekeltségei vannak külföldön, egy átláthatatlan osztrák cégháló veszi őket körül. Szigetvári Viktor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát Önök az elmúlt hetekben, hónapokban, hát lehet, hogy már elmúlt év október 23-a óta más sem csinálnak, mint hírekre, tehát felröppent, megjelent hírekre, újságcikkekre, brüsszeli tudósító információjára reagálnak és cáfolják, szinte napi szinte, vagy napi gyakorisággal. Miért van ez? Hát nekünk az a dolgunk, hogy a hazugságokat megcáfoljuk, szerencsére azért csinálunk mást is. De ezt nem azt mondtam, hogy nem csinálok mást, csak tehát engem az érdekel, hogy tehát ez egy nagyon nehéz azt kikerülni, hogy ne legyen kabátlopási ügy. Tehát Önök a hazugságot megcáfolják, persze nem hagyják úgy, hogy lebegjen a semmiben, utána pedig az marad a közvéleményben, hogy jaj, tudod, az a Bajnai az, aki egyébként nem is itthon adózik, hanem Ausztriába, és nem biztos, hogy a cáfolat marad meg a fejekben. Nyilvánvalóan ez ellen, azon túlmenően, hogy ezerszer és ezerszer elismételjük az igazságot, illetve jogi útra terelünk mindent, amit jogi útra érdemes és lehet terelni. Nem nagyon tudunk mit tenni, hiszen ezeket az Ön által is felemlegetett hazugságokat, amelyek egy részéről már sokszorosan bizonyították be bíróságok, hogy hazugság van, amelyekről meg majd reményem szerint hónapokon belül fogják. Azok ügyében azt tudom Önnek mondani, hogy az emberek egy meghatározó részén azt gondolom, hogy hallisóra nem hiszi el, hiszen olyan gyűlöletnyelven, gyűlöletstruktúrába árulja ezt a Fidesz által finanszírozott privát média, amelyet részben közpénzekből tartanak fenn, illetve a Ön és az én adófizetői forintomból fenntartott közmédia, ahol éppen talán tegnap előtt, vagy tegnap előtt egy 8-10 perces blogban egy teljes hazugságot a Bilderberg összeesküvésben Bajnai Gordon részét próbálták pertraktálni. Az a helyzet, hogy ebben nyilván magamnak, kollégáimnak az a dolgunk, hogy ebben megvédjük a hazugságok ellen Bajnai Gordont, ő pedig Jávor Menedekkel, Szabó Timivel, Kónya Péterrel járja az országot, politizál, és én azt látom, hogy az országjáráson az bebizonyosodott, hogy az embereket a programunk érdekli, az, hogy mikor milyen megállapodást kötünk az MSZP-vel, és hogyan fogjuk legyőzni ezt a kormányt, és utána hogyan lesz stabil kormányzás. Nem tudunk ellene máshogyan védekezni, mint elmondani az igazságot. És mi van ezzel az osztrák családi vállalkozással, ami alapjában véve nem egy katasztrófa helyzetet jelent, hogyha valakinek egy uniós országban van valamilyen vállalkozása, de hogy most ő aktív tag, ott adózik, itt adózik, vagy mi van ezzel? Fontos tisztázni, és jó, hogy erről beszélünk, mert a Nyerges Zsolt lap és cégbirodalmához tartozó közpénzekkel kitömött, egyébként korábban azért ennél sokkal színvonalasabb dolgozatokat publikáló, sokkal színvonalasabb véleményírásokat publikáló Heti Válasz tényleg nagyon lement kutyába, hiszen, hogy legyen világos, amit oknyomázásnak neveznek ebben az ügyben, az csak és kizárólag annyi, hogy feltettek nekünk kérdést, ezt a sajtóosztályunk munkatársai nyilván miniszterelnök úrral egyeztetve megválaszolták, egyéb iránt pedig az osztrák céginfót végig kattintgatta a Heti Válaszok nyomozó újságírója. Ezen túlmenően semmi tény nincs benne, hogy a tények világosak legyenek. Egy ilyen cég van, amelynek Bajnai Gordon részben tulajdonosa. Egyébként ez egy passzív cég, kisebbségi tulajdonosa Bajnai Gordon, és azért nem adózik, ezért az állításai egyébként az említett fideszes képviselő bíróságon fog perelni, hiszen személyiségi pert fog indítani holnap után Bajnai Gordon ő ellene, mert ott Zsigó nem... Robert eszembe? Így van. Személyiségi pert, nem helyreigazítást, mert nem szerez ott jövedelmet, sem osztalékjövedelmet, sem bérjárói jövedelmet. Innentől kezdve Bajnai Gordon kizárólag a Magyarországon működő, nyílt, saját nevében jegyzett tanácsadó cégéből szerez jövedelmet, illetve onnan vesz ki osztalékot, amikor ezt teheti. Ebből következően cégháló nincsen. Bajnai Gordon édesapjáról ezt a nézőnek nem kell tudniuk, hiszen ő semmilyen módon nem közszereplő. Ő a rendszerváltás követő gyakorlatilag években elköltözött Ausztriába, ott él 20-akárhány éve, Bajnai Gordon testvére is Ausztriában él, innentől kezdve a magyar közélethez semmi közük nincsen, nekik nem cégbirodalmuk van, hanem édesapja különböző kereskedelmi dolgokkal foglalkozik,
nincsen ott olyan bevétel, ami után Bajné Gordon ott adózna, Magyarországon adózik tisztességes módon, és azt is világossá kell tenni, mert Heti Válasz ebben is inszinuálni próbálja Bajné Gordont. Azt írják, nem tudom, hogy ez mennyire méltó a polgári újságírás erényeihez, hogy multinacionális vállalatoknak a tanácsot, a cikkben is le kell írniuk, hogy Bajné Gordon válaszolt nekik, mi válaszoltuk nekik, olyan multinacionális cégeknek a tanácsot, adott tanácsot, amelyek Magyarországon nem folytatnak üzleti tevékenységet, ezek infrastruktúra fejlesztése és más dolgokkal foglalkozó cégek. Egy olyan cég volt, amely Közép-Kelet-Európára vonatkozóan stratégiai tervekkel rendelkezett, ezt az együttműködést Bajné Gordon felmondta már. Én nem tudom, hogy ezeknek a politikai hozadéka mennyi és milyen. Bár az előbb a beszélgetésünk elején említettem ezt a bizonyos kabátlopási ügyet, tehát lehet, hogy ez Bajné Gordonnak árt, de az is lehet, hogy a hír terjesztőjére, felkapójára, abból sajtótájékoztatót tartó pártra hullik vissza. Nem tudom, igazából nem tudom, de túl sok mostanában a Bajné Gordon. Vivian Reding kapcsán is, íme lám, KDNP fel fogja jelenteni Bajné Gordont, meg lehet, hogy Vivian Redinget is, azt nem tudom, választási csalás előkészülete miatt. Igen, még egy pillanattal az előzőre reagálják, aztán ezt a Vivian Redinget is vegyük végig. Azt tudom önnek mondani, hogy nem véletlen vette fel szerintem a Fidesz az ártalmiként ismert Arthur Finkelsteint, aki gyűlöletkampányoknak a mesterének mondható, hiszen mindenki, a szakirodalom is azt mondja, hogy ő az ellenoldal, az ellenfél diabolizálásában, ördökként való felfestésében mester. Azt tudom mondani önnek, hogy nyilván a Fidesz bajban van, hiszen egy összefogási tárgyalásokat a napokban megkezdő MSZP és Együtt PM szövetség áll velük szemben. A Fidesz számai, Bajné Gordon számai, az Együtt számai, illetve az Együtt MSZP leendő szövetség számai nem rosszabbak annál, mint ami egy évvel a választás előtt egyébként bőven elfogadható. A Fidesz e tekintetben pánikol, és én egy dologba bízom még, hogy azok a szavazók, akik 98-ban a Fideszre szavaztak, és lehet, hogy 2010-ben is oda szavaztak, mert egy polgári Magyarországot állítottak, akik nyugalomban, békében, lehet, hogy vannak különbségek politikai kérdésekben, de nincs ez a gyilkolás. Tölgyesi Péter napokban kiváló elemzéseket jelentett meg több részletben. Ez a hideg polgárháború, ez nem sajátja egy polgári Magyarországnak, és ezek a választók ezeket a gyűlöletstruktúrákra épülő hazugságokat, amelynek kizárólag az az indoka, hogy megszületnek, hogy le akarják járatni az ellenzék egyik vezető politikusát és miniszterelnöki pozícióra legesélyesebb politikusát, nyilvánvalóan ez mozgatja a Fideszt. Ő a miniszterelnöki jelölti posztra a legesélyesebb? Úgy tudtam, hogy ez még nem dőlt el, hogy ő vagy Mesterházi Attila. A véleményem szerint Bajné Gordon legesélyesebb. Szombaton fognak egyeztetni? Igen, ennyi történt a pár perccel ezelőtt, a Bajné Gordon felhívta Mesterházi Attila, és azt kérte, hogy a parlamenti megemlékezés miatt, amely Hongyula halála miatt, sajnálatos halála miatt következett, vagy következik, emiatt kérte, hogy toljuk el a tárgyalást, és megegyeztünk, hogy akkor egy nappal eltoljuk, nem pénteken 10 órakor lesznek ezek a tárgyalások, hanem szombaton 10 órakor kezdődnek. Akkor most kicsit kalandozunk, de nem baj. Hogyha Mesterházi Attila már pár nappal ezelőtt, ő is azt mondta, hogy ő meg azt gondolja, hogy ő szívesen vállalná, hogyha ő és a mögötte álló legnagyobb ellenzéki párt, az MSZP is úgy gondolja, hogy együtt és összefogás, de Mesterházi Attila a jelölt, önök úgy gondolják, hogy Bajné Gordon lenne a legjobb jelölt, akkor a személy kérdések miatt nem fognak majd összefogni? Szerintem eljött a pillanat, hogy ezekről a kérdésekről is beszélni kell egy világos, átlátható tárgyalási folyamatban. Én nagyon örülök neki, hogy ebben kaptunk időt az MSZP-től, hiszen mi egy folyamatosan épülő szervezet vagyunk. Nemrég neveztük ki a 106-ból 90-valahány választókerületben a választókerületi elnökeinket, vannak regionális igazgatóink, épülünk egy jól működni kész kampányszervezetet, és azt gondolom, hogy a megegyezésnek programra, arról, hogy hogyan fogunk kormányozni, hogyan fogunk máshogyan kormányozni, mint a jelenlegi kormány, hogyan lesz ez jobb, mint akár 2010 előtt volt. Nyilvánvalóan a lehető legalkalmasabb egyéni jelöltekre, akik a választások sorsát eldöntő egyéni választókerületekben a legalkalmasabbak arra, hogy ezt megnyerjék, azt a mandátumot. És nyilvánvalóan nem lehetne véghalá, hogy a miniszterelnök jelölti kérdés is része ennek a tárgyalásnak, beleértve, hogy milyen választási jogi formában tudunk együttműködni. Egy dolog biztos. Mi minden olyanban partnerek leszünk, ami a győzelmet szolgálja, nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni. Természetesen azt gondolom, hogy bár Mesterházi Attila ért el eredményeket az elmúlt időszakban az MSZP élén, és soha nem vitattuk, a konkrét kérdésben, miniszterelnök jelölti kérdésben mi Bajné Gordont alkalmasabbnak tartjuk, de ez is része a tárgyalásoknak. Egy dolog a fontos, mindenki azt várja a mi szavazóink körében, hogy ebben a kérdésben is rendeződjenek a viszonyok,
Őszre úgy kell belemenni a kampányba, hogy egy egyéni választókeretben az ellenzéki oldal Jobbikon inneni szereplői csak egy jelöltet állítsanak, semmi nem akadályozza szerintem, hogy ezt a kérdést rendezzük, de a program is nagyon fontos, mert el kell mondanunk, hogy milyen oktatáspolitikát, milyen költségvetéspolitikát, és akár a határon túliak ügyében, akár pedig egyébként a ügynökakták kérdésében mit fogunk képviselni. Önök meggyőzhetők arról, hogy ilyen és ilyen taktikai átgondolások, meggondolások alapján, még ha úgy is érzik, hogy Bajnai Gordon jobb miniszterelnök jelölt lenne, de Meserházy Attila kéne, hogy legyen ennek az összefogásnak a miniszterelnök jelöltje. Szóval erről meggyőzhetők önök, hogyha valaki elegendő érvet hoz fel emellett? Azt gondolom, hogy meg kell várni a tárgyaláson, az MSZP mit mond, hiszen jelenleg nem hivatalos üzengetések történnek, ami szerintem része is ennek a politikai, hogy mondjam, előválasztási küzdelemnek, de most már ennek vége van, hiszen tárgyalásokba bocsátkozunk, amelyeknek sikerre kell vezetniük. Hosszabb, rövidebb idő alatt szakaszokban szerintem végig lehet tárgyalni ezt a kérdést. Van rengeteg olyan kérdés, amiben pont azért, mert újságokból tudjuk meg egymás álláspontját, végre le kell ülni, ezért is lesz a péntekre tervezett, most szombaton megtartandó tárgyalásban, amelyről megállapodtunk Tóbiás Józseffel, mert ő készítette elő velem a tárgyalásokat, egy helyzetértékelést. Mert a legfontosabb dolog, választási jogi kérdés ide, együttműködési forma oda az, hogy hogyan tudunk közös stratégiát kialakítani. Hogyan lesz ebből szerepmegosztás, hogyan lesz ebből közös vízió, hogyan gondoljuk végig együtt. Nem a megbélyegzések szintjén, mert mindig lehet mondani, mindig lehet kárt okozni egy ilyen kérdésnek. Ennek szerintem most már úgyis vége lesz, mert a felek mind a ketten belátták, hogy előre kell menni, és ebben nyilvánvalóan a miniszterelnök jelölti kérdést is elő kell venni. Abban bízom, hogy lehet megoldást találni. Az a cél, hogy közös megoldást találódjék, és a közös megoldásban mindenre megoldást kell találni. Hát az idő az most már sürgeti önöket, az biztos, hiszen nem akarok ilyet mondani rövidesen, itt az ősz, mert most kezdődött 2 hete a nyár, de egyébként időben valóban közel van. Viszont a kampány az valószínű már most is tart, és azt gondolom, hogy ez a sok-sok ilyen típusú hír, hogy Bajnai Gordon ezt csinálta, Gyurcsány Ferenc összödi beszédét ez vitte ki, amaz amannak adta, ez a számtalan ellenzéki politikussal kapcsolatos hír, és kormánypárti politikussal kapcsolatos hír is, azért van, hogy már mindenki a kampányra készül. És egyébként beszélhetnénk arról, hogy mit jelent nekünk a tranzakciós adó duplázása, vagy a megtakarítások kamatának az egészségügyi hozzájárulás fizetése. De hát már hozott anyagból dolgozunk, úgyhogy muszáj erről beszélünk, hogy melyik politikus mit csinált. Vagy beszélhetnénk a trafikokról. Hát lehet, hogy nekem ez jut mindig ebben a stúdióban, de azért én minap láttam itt más politikus kollégáinkat, akik másról beszéltek. Nem azt mondom, hogy egysíkú a téma, csak azt gondolom, hogy ez a téma felhozatal, ez már bőven abban, a kampány része. Abban maximálisan egyetértek, hogy a Fidesznek érdeke, hogy ne a saját teljesítményéről szóljon a dolog. Bár egyébként én vezettem már újraválasztási kampányt, és azért az újraválasztási kampányok szerintem akkor jók, hogy a kormány elszámol a teljesítményével, véleményem szerint ezt nem kormánypénzen kéne csinálni, hanem a párt saját költségvetéséből, de ezen én már túl is lendültem, bár nem könnyű túl lendülni. Ezzel szemben azt látjuk, hogy kizárólag az indulatokra, a jobboldali és szélsőjobboldali választóknak az indulataira, illetve a, hogy Tölgyesi Péter szavát idézzem, ez a régi megörökölt struktúrákban a magyar választóknak a szkeptikus, a Nyugat-Európától elzárkózni akaró indulataira rájátszó Fideszt és Orbán Viktort látjuk. Azt gondolom, hogy ez egy ideig lehet sikeres, csak a magyar választóknak, akár ugyanannak az embernek is van egy másik arca. Úgy akar élni, hogy Ausztriában élnek az emberek, nyugodt, békés, kiszámítható körülmények között akar élni, és szerintem nekünk egyébként az MSZP-vel is az a feladatunk, hogy ennek a programját, ennek az ígéretét hitelesen megjelenítsük, és egyébként persze jöhetnek a Bilderberg hazugsággal, amit egyébként tipikusan... Ez hogy fog kiderülni? Tehát én most az elmúlt napokban már 100-szor elmondtam, és vendégek is elmondták, mert én nyilván most olvastam és szedtem össze az összes információt, hogy milyennek a szabályrendszer ennek a konferenciának. Tehát itt az a szabály, hogy ez olyan találkozó és olyan résztvevőkkel, ahol senki utána meg nem szólal, hogy ott mi történt. Igen. Ezért aztán senki nem fogja se megerősíteni, se cáfolni. Vivian Redding végül is 2 nap múlva azt mondta, hogy közel nincs a valósághoz, amit róla állítanak, mert hogy már legalább ennek a mondatnak tényleg el kellett hangoznia. Nyilván az ilyen mitológikus történetek, amelyek követik a hazug mítoszoknak és hazug, hogy mondjam, összeesküvés elméleteknek a szerkezetét, ezeket bizonyos típusú emberek, akik higgadtabban gondolkodnak, vagy akár csak félfüllel követik a híreket, egy bizonyos politikai
álláspont után azért nem fogadják el. Egyébként engem az érdekel ebben a kérdésben, hogy olyan pártok, akik a Fidesz-szel szövetségben vannak és kormányoznak, mondjuk Németországban, a CDU, mind gondolhatnak arról, hogy van Magyarországon egy olyan kormányzó párt, amelynek egy vezető politikusa azért jelenti fel Bajnai Gordont, mert a Európa minden országában alapvetően szélsőjobboldali, status quo, a rendszer ellenes, hogy mondjam, ellenzéki szervezetek, meg összeesküvés elméletekben hívő radikális csoportok számára elfogadott Bilderberg összeesküvés részeként láttatja a köztársaság volt miniszterelnökét és az Európai Unió egyik nagy reményű biztosát. El sem tudom képzelni, hiszen nyilvánvalóan az állítások tényszerűségi ellen nem lehet, hogy mondjam, mit felhozni, hiszen Chatham House Rule, magam is voltam ilyen konferencián, ott nem beszélünk nyilvánosan arról, hogy mi történt, és egyébként én egyébként magam ugyan örülök annak, hogy a KDNP képviselője följelentette Bajnai Gordon. Zárójel, nyilvánvalóan, hogyha tényleg Bajnai Gordont jelentette fel, akkor megnyugodhat Harag Péter, ő is fog bíróságra járni, és most nem fenyegetem, hiszen ő majd akkor a hamis vádért is majd nyilván jót fog állni a bíróságon, hiszen hamis vád ügyében azt gondolom, hogy eljárást kell indítani Harag Péter ellen, hogyha ő ezt konkrétan így teszi, ezt a feljelentést. Ha pedig ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést, és majd az ügyészség, amely iparkodott nagyon hamar lezárni, az egyébként nyílt és egyértelmű bizonyítékok ellenére bizonyos részeit a dohánymaffia, dohányösszeesküvés kérdésében a szexádi bizonyítékok alapján, sőt olyan hír is van, hogy a szerencsétlen azt az önkormányzati képviselőt próbálják majd vád alá helyezni, talán remélem nem, aki ezt az egészet kirobbantotta, becsületből és tisztességből. Na most ez az ügyészség, nagyon bízom benne, hogy vagy nagyon alapos nyomozást folytat és beláttatja, hogy ez egy őrült nagy hazugság volt, azt nem merem remélni, hogy az történik, hogy rögtön lezárják, mert megalapozatlan lehet, én ebben azért persze titkon bízom. Azt tudom mondani, ezekben a kérdésekben mi mindig meg fogjuk védeni magunkat, ezerszer és ezerszer el fogjuk mondani Facebookon, aktivistáinak és az ön stúdiójában is, hogy ez csak azért van, mert a Fidesz a saját működéséről, a teljesítményéről nem akar beszélni, tereli a figyelmet a korrupcióról, tereli a figyelmet arról, hogy egyébként egy hét alatt visszavették a rezsicsökkentést minden forintját 3 adóemeléssel, és nyilvánvalóan éppen talán pont ebben a műsorban lesz szó arról, hogy egy érdek kezébe került 500 trafik ebben az országban milliárdok árán. Súlyos milliárdok állítólag a bevétel alapján, ki lehet számolni, hogy mekkora a dohányforgalom ebben az országban. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.